A Magyar Falu Program segítségével tovább tudtak haladni boldogon a fejlesztésekkel. Ezúttal a ravatalozót sikerült megújítani a temetőben. Boldogon régi vágyunk volt, hogy a ravatalozót fel tudjuk újítani. A korábbi ravatalozó elég leromlott állapotban volt, és nem volt méltó ahhoz, hogy a boldogiak utolsó útjukra kísérjék szeretteiket. Polgármester Asszonynal nagyon aktívan együttműködünk, Három magyar falu pályázat volt, még az előző polgármesterrel kezdtük el a pályázatokat. A három pályázatból, mintegy 24 millió forintból új tetőszerkezetet, új tetőt, bővítést kapott az épület, fölüjításra került, új eszközök kerültek beszerzésre, most már méltóak, méltóak a körülmények. Három ütemben készültek el a munkálatok, megfordították a már meglévő épülethez kialakított korábbi funkció helyét, az utcafrontról a csendesebb hátsó részt alakították át, faszerkezetű tetőt építettek, a harmadik részben pedig térköveztek és teljes egészében lecserélték a tetőt. A boldogiaknak nagy álma volt, hogy megvalósulhasson ez az elképzelés, és tényleg méltó körülmények között búcsúzhassunk el az elhuntaktól. Most így minden szentek közelettével nagyon örülünk, hogy ma már ugye fel tudtuk avatni, illetve megszentelni itt ezt az épületet. Köszönjük Szabó Zsolt képviselő úrnak, hogy segített, hogy az álmunk megvalósuljon. A temetőben további fejlesztéseket terveznek a későbbiekben. Ha nem állunk le, tehát tudjuk, hogy még a temetőben például utakat kellene csinálni, például kaput kellene, tehát méltó módon kellene minél inkább lehetővé tenni, hogy a temető azt az arcát mutatja, amivel szeretteink felé mi is fordulunk, odafigyelő és emlékező arcát. A most jön minden szentek halottak napja, ami egy olyan ünnep, amikor a családok kijönnek, nem mindegy, hogy mit látnak itt a temetőbe. Boldog odafigyel a környezetére, odafigyel elhúny szeretteire, és odafigyel arra, hogy méltó módon legyen a búcsúzás. Ez az épület is ezt mutatja, és magáit beszél. Az átadó napján testületi ülést is tartottak. Az újonnan felállt képviselő testülettel közösen beszélték át a boldoggal kapcsolatos gondolatokat, ötleteket. Olyan koncepció alkotást történik, ami a közösség fejlesztését támogatja mind a térségi viszonylatban, mind helyi viszonylatban, erősíteni a civil szférát, erősíteni az itt élőknek az összetartozását, ami egyébként is nagyon jól működik, de ezt még tovább segíteni, olyan fejlesztési koncepciókat kidolgozni, ami a, a legfiatalabb korosztálytól a legidősebb korosztályig mindenkinek jó és mindenkinek megfelel. Az utóbbi években út és kerékpárút, piac, művelődési ház és óvodafejlesztés, közvilágítás, ATM kihelyezés területén is előre tudtak haladni a községben, de bőven akad még terv a következő ciklusra vonatkozólag és még azon túl is. Aktívak a képviselők, teli voltak ötletekkel, mondták a gondolatokat, és hát ebben a, én is szeretnék segíteni, én is szeretnék ott lenni, hogy minél több megvalósuljon belőle. Dolgozunk, már a következő hetekben is konkrét feladatok vannak kitűzve. Ha ezek a koncepciók, ezek a stratégiák összeállnak, abban a pillanatban még egyszer jövök, és akkor pontot teszünk rá, átbeszéljük, és irány megvalósítás. Az irányvonalak tehát szépen körvonal az útnak, a prioritásukat még egyeztetni fogják, hogy tovább épülhessen, szépülhessen boldog, és minél többen érezzék boldognak is magukat boldogiként. Ecséden is elindult a munka az újonnan felállt képviselőtestület számára Maksa Mátyás polgármester vezetésével, aki negyedik alkalommal nyerte el a helyi lakosok bizalmát. Az induló képviselőtestületek munkáját Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője is segíti, támogatásáról biztosítva a térségi településeket, így Ecsédet is. Az Ecsédi hivatalban egy hihetetlen gyümölcsöző eh, hosszú beszélgetés volt, a képviselő testület polgármester vezetésével itt voltak, és nagyon sok egyére érintő kérdésről egyeztettünk, beszéltük át. Olyan fejlesztési koncepciókat, stratégiákat állítunk fel együtt, olyan közösségépítési koncepció, stratégiát állítunk fel együtt, ami a jövőben az elmúlt évek sikeres fejlesztési időszakait tovább tudja vinni, tovább tudja fejleszteni. Ecséd töretlenül halad előre. A községben nemrégében bölcsödét és külterületi utat, megújult plébániát adtak át. Gondosan ügyelnek arra, hogy minél több fiatal maradjon és találja meg a számítását Ecséden. Tudatosan tervezik a jövőt, hogy minél jobban érezzék magukat helyben az ecsédiek. Az a cél, hogy együttműködve a testülettel, együttműködve Ecséd településsel, ami az itt élőknek a legjobb, azt valósítsuk meg, és amit a legtöbben igényelnek, a legtöbben szeretnének. A siker az elmúlt időszakban erős volt, hiszen vagyjuk be, nem sok környékbeli település valamelyik ilyen mértékben, ilyen nagy lépésekkel fejlődött, mint Ecséd, mindenféle szempontból, és itt nem csak az építésekre gondolok, hanem bízunk benne, hogy ez a a tendencia ez tovább fog folytatódni, és a képviselőtestülettel aktív munka keretében tovább tudjuk folytatni ezt a sikeres együttműködést. A képviselőtestület azon fog munkálkodni, hogy minél inkább érvényesüljenek azok a gondolatok, tervek, amik előbbre viszik a falu jövőjét. Heves hármas számú választókerületének országgyűlési képviselője Szabó Zsolt Csányba is ellátogatott, hogy részt vegyen a képviselő testületi ülésen, segítse a munkát és támogatásáról biztosítsa továbbra is a települést, amely nagyon szépen tudott haladni az utóbbi években. Medve Istvánt negyedik alkalommal választotta meg a község élére Csány lakossága. Csányban vagyunk, ahol is nagyon büszkék az itt élők a hagyományaikra. Mik ezek a hagyományok? Hát a csányi Dínyéz azt mindenki ismeri. Az egész országban mindenfelé termesztették annó ezt a nagyon szép, nagyon szuper gyümölcsöt, és ma is nagyon sok olyan szakember, aki a dinnyével foglalkozik, az épp Csányi gyökerű, és ez ilyen gyökerekkel rendelkezik. A képviselőtestület Medve István polgármester úr vezetésével egy nagyon aktív, kreatív gondolkodó, hőtöbbség van, azt is hagyáruljam el, hiszen polgármester és egy képviselőtársa kivételével a többiek mindannyian hölgyek. Azonban nagyon kreatívan és jól viszik a település gondját baját. Az utóbbi években komolyabb útfejlesztés történt, illetve lerakták az alapkövét az egészségháznak is. Van még feladatuk, ezeket elkezdték átbeszélni. Közösségépítési és településfejlesztési koncepciót rak össze a képviselőtestület. Én a magam részéről pedig maximálisan támogatom, mint ahogy eddig is, mindig minden gondolatot támogattam Csányjal kapcsolatosan. Van még mint tennünk, ez a feladatunk, készen vagyunk a munkákra, és alkotó, építő munkát szeretnénk végezni. A következő öt évre is azon túlmutató irányvonalakat beszélnek át annak érdekében, hogy minél szebb legyen Csány, egyre jobb legyen ott élni. Vámos Györkön is tartott a képviselőtestületi ülést, amelyen szintén részt vett Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, hogy segítse a testület munkáját a következő öt éves ciklusban is. Vámos Györkön negyedik ciklusát kezdheti polgármesterként Gedei Zoltán. A testületbe is bevált képviselőket választottak. Arról beszéltünk, hogy milyen koncepciók szerint gondolják a következő időszakot. Új testület kezdte meg a munkáját, aki tulajdonképpen a régi, olyan stabil emberek, egy jó csapat állt föl, amelyek alkot és épít a faluban. Ők tudják, hogy mit szeretnének. A feladatok azok előttünk állnak, igyekszünk ezért mindent megtenni. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez jól fog sikerülni, jól fog menni, és minden rendben lesz a jövőt illetően. Én itt állok a Vámosgyörkiek mellett, és mindent megteszünk azért, hogy jó legyen Vámos lakni. Bámos a közelmúltban műfűves pályát adtak át, három óvodát építettek, családi bölcsödét fognak kialakítani. A községben idős otthon működik, és a vonat is megáll, illetve minden évben fogadhajtó versenyt is rendeznek. Él és halad előre Vámos Györk is. A képviselőtestület azon fog dolgozni, hogy minél élhetőbb legyen szeretett falujuk. Szerden nem lesz lényeges változás időjárásunkban. A reggelek sokfelé párásak, ködösek lesznek, napközben egyre többfelé felé találkozhatunk felhős szürketájakkal, ahol helyenként szitálás, kisebb eső kialakulhat. Szerden általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, napközben marad a 19 fokos maximum, majd csütörtökön a Dunántúli középső tájakon feltámadó északnyugati szél segítheti a köd feloszlását. Délután 16 fokot mutathatnak a hőmérők. A péntek reggeli ködöt a feltámadó délnyugati szél oszlathatja fel hamarabb. Így több-kevesebb napsütése ismét számíthatunk. Délután 17 fokig emelkedik a hőmérséklet.